Sziasztok! Azt hiszem, hogy a YouTube-os pályafutásom egy újabb nagy mérföldkövéhez értem el, ugyanis már most úgy néz ki a dolog, hogy nem kell megvásárolnom a gépeket, hanem van egy cég, aki számomra ezeket a gépeket bemutatásra, illetve tesztelésre biztosítja. Itt van mögöttem a molinójuk, szóval ezt a gépet is tőlük kaptam. A Facebookon tegnap már lehetett róla látni posztokat, képeket. Ez egy Husqvarna 545 Mark 2-es típusú motorfűrész. Hát ki is bontom, aztán megnézzük, hogy is néz ez ki. Jó, le van ragasztva. Nem bíztam semmit a véletlenre. X-Force vezetőlemez, szerszámok, leírás, lánc, és ugye nem utolsó sorban itt van a gépünk. Közelebb hozom a kamerát, illetve körbepásztázzuk. Hát ő lenne az. Igen, tetszetős ez a szürke narancssárga színösszeállítás. Hát majd ugye nekem van 545-ösöm a régi szériából, majd azzal megpróbálom összevetni, hogy mégis mik a különbségek. Most összerakom és beindítom. Ennyi a tervem. A lánc is úgy látom, hogy X-kat lánc, úgyhogy ez a párosítás szerintem elég ütős lesz. Még egy nejlon. Elmint a matrióska doba. A gépről annyit lehet tudni, hogy 50,1 köbcentiméteres, 3,6 lóerős, azt hiszem 9900-as fordulaton adja ezt a 3,6 lóerőt, 5,3 kilós, ugye ez a száraz súly alap lánc nélkül, ezeket ugye ne felejtsük el eltávolítani. Cserélhető csillagkerékbetét, állítható olajszivattyú. Hát kíváncsi leszek rá. Megmondom nektek őszintén, kíváncsi vagyok, hogy mit fog tudni. Elméletileg fogok kapni egy 550 XP-t is, de azt talán majd csak hétfőn ér ide. Ugye a jó dolgokra várni kell. Bele a betétbe. Mögé ment másodszorra is, de nem adjuk fel. Csavarhúzó segítséget kérünk. Sokan nem szeretik ezt a belső kuplungos történetet pont emiatt a macera miatt, de hát ezt nem kell mindennek eljátszani. Ezt ugye amíg tart a lánc, illetve alap. Mondjuk ugye, amikor fordítunk a alapon, hetente célszerű megfordítani. Kell egy csomót tekerni rajta. Persze itt is tudok még feszíteni, még mindig kell.
lesz jó. Elhagyás biztos anyák, de ugye ez a régi képen is így volt. Talán mintha a röntgtámasz nagyobb lenne. A lánc még mindig nincs a helyén. Már most így rendben leszünk. Ugye csak annyira húzzuk meg, hogy épp hogy hozzáérjen. Alul a vezetőlemezhez. Azt vettem egyébként észre a gépen, nincs rajta dekompresszor, indítás segítő dekompresszor szerep, viszont az indítás az könnyített indítás, tehát van benne egy rugó, ami ilyen, nem is tudom, akkor látjátok-e, hogy könnyített indítás van. Na, öntünk bele egy kis üzemanyagot. Közben visszalazult a láncunk, gyorsan meghúzzuk. Elvileg ez a X-kat lánc, ez már elő van tágítva, tehát feszítve, tehát ez nem fog nyúlni. Meglátjuk. Első használat után úgy is fog. Feltöltjük üzemanyagokkal. Nem hoztam csak ilyen kis kiszerelést, hogy ez huszkvarna adalékolajjal van bekeverve. Gyári előírás szerint 1,50 plusz egy picike, szóval egy picit olajosabb, az nem baj, de nem kell egy 33-asra. És ugye huszkvarna lánc, kenőolaj, ami nagyon jó olaj. Persze, akinek nincs, az önthet bele bármilyen tiszta olajat, de egy új gép azért pumpánk van, dekompresszor szerepünk nincs, hát ugye a primér pumpa az nagyban segíteni fogja az indítást. El is kezdem őrültem pumpálni, szerintem olyan 10-szer megnyomom. 6-nál a benzin, 7, 8, elég kemény, 9, 10, hát még nyomunk 2-t, 11, 12, kezelőszervek azok, ugye jól ismert kezelőszervek, tehát így van, ugye szivatva, így félgázon, most nekünk kell a szivató, és akkor nézzük, hogy indul. Ez a könnyített indítás az furcsa nekem, mindegy. Láncfék. Azt hiszem már pöffent is, de még szerintem még egyszer elkéri majd a szivatót. Ezen nincs rajta az a matrica, a régi gépet melegen félgázon kellett indítani, ezt megpróbáljuk félgázmentesen.
majd... Majd még csinálok róla egy 4K 60 FPS-es kis 3D-s körül járó kis filmecskét, aztán még majd összehasonlítom a régi 45-össel. Na, sziasztok, ennyi volt. Ugye operatőr most sincs, én vagyok az is.